Március 11-e péntek van. De jó vagy. És publikusan vlogolok, őrület. Ja, itt van már Mester. Sziasztok. Együtt fogjuk tölteni a mai napot, és lesz egy kis beszélgetős része is a vlognak. Nem titkoltan az a célunk, hogy egyrészt mi is együtt átéljük ezt a nyugis, kedves, barátságos hangulatot, amit szoktunk érezni, és hogy egy kicsit a videóban ti is velünk tarthassatok ebben. Úgyhogy reméljük, hogy sikerülni fog. Egyébként Eszterék most költöztek, szóval a H&M Home-ban voltunk. Kaptam Jócsitól egy gyönyörű párnahúzatot, majd megmutatom nektek, annyira jó érzés, itt kilóg. Én majd megmutatom. Szóval a te videódban megnézhetik. Így van. És most vagyunk az IKEA-ba, ahol ebédelni is fogunk, meg még körülnézni. Így van. Nekem is kell egy-két dolgot vennem, meg Eszternek is nyilván. Perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter? Gondoltam, megmutatom, hogy Eszter is pont annyira szereti a színeket, mint én, ugyanis a bézs függöny, bézs tányérok mellé választott egy bézs fürdőszobaszőnyeget. Mentségedre szóljon, hogy próbáltál felebeszélni engem, hogy bézs legyen, de... De hát most ez nem egy. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one, not the one for me, then tell me now what I could do. Tell me you're the one for me now, I pray that you believe it too. That you're the only one for me, and I'm the only one for you. És nagyon-nagyon kis szép az új otthonuk, úgyhogy, de én nem fogom megmutatni, csak... De mutogassatod, ezt a sarkot, mert az annyira jól néz ki. Az az új munkaszpont. Végre van a saját kis sarkod, ahol tudsz dolgozni. De majd a te videódban megnézik a lakást, úgyhogy ebben most nem fogjátok látni. Mindjárt leülünk felvenni ezt a kis Q&A részt, de még akarok egy kis időt adni nektek, mert most raktam ki pár órával ezelőtt a sztorit. És addig kaptam egy megbízást. Ugyanis vettünk egy függönyt Eszterék lakásába, de az a baj a mostanival, hogy gombok vannak a tetején, és hogyha ismeritek Esztert, akkor tudjátok, hogy elég komoly gombfóbiája van, vagyis fél a gomboktól, és ezért én fogom levenni a függönyt a helyéről, és felrakni a másikat, csak egy kicsit ki kell vasalni. Ha valaki még nem hallott volna erről, ez nem, esküszöm, ez nem őrültség, ez egy létező dolog, másoknak is van ilyen, szóval... Nem vagyok őrült, és nem csak kitaláltam. Nem, ettől csak még különlegesebb vagy. Ez a szuper képességem. Nos, gyorsan megbeszéltük, hogy azokra a kérdésekre fogunk most válaszolni, amik ilyen pozitívak és jó hangulatúak lesznek. Na, az egyik ilyen kérdés például, hogy ha meglepnétek egymást egy párhova szóló utazással, hova szólna a jegy? Kezdette, hogy... És ezt tudom, nekem nincs kész válaszom. Jó, nekem sincs, várjál. És most tegyük fel azt, hogy nem pénzkérdés. Azt engedjük el, tehát, hogy el, ha bármi. Igen.
Olyan tudom. Te láttad már a sárkifényt? Nem. Na. Nagyon is nagyon szeretném. Én szeretném, úgyhogy én valószínűleg... És hova megyünk? Melyik országba? Hát azt honnan lássuk, Fina? Hát változó, ugye Izlandra szoktak menni, Norvégiába, Svédországba, Finnországba, tehát ahol nekem ilyen... Finnország jutott először eszembe, viszont Svédország egyel amúgy. Így mondjuk veled jobban érdekelne a svédek, a svéd kultúra, meg tőlük jön most ez a... az Azikában. Igen. Tőlük jön ez a hügge. Ez így tőlük jön, ugye? Szóval, hogy így... Azt hiszem, nem tudom melyik északi országból. Nem tudok sok minden Svédországról. De mindegyiknek van egy saját verziója erre a hüggére. De nagyon érdekelne, és amúgy én nem láttam még az északi fény, de nagyon... Azt mondják, hogy nagyon varázslatos, és hogy tényleg így... De hogy azt nem is lehet mindig látni. Nem. Hát mi voltunk ugye már Norvégiában, Skóciában is olyan helyen, ahol sokszor lehet, de nem. Tehát, hogy ez olyan, hogy elmetsz 3 hétre is lehet, hogy nem látod, vagy elmész 3 napra is lehet, hogy pont látod. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen eseti dolog. Akkor viszont lehet, nem ezt választom. De most képzel, most álmodozunk, úgyhogy lehet az, hogy elmegyünk és megnézzük az északi fényt is, pont. Mondjuk ez jó lenne. Ez jó lenne, ez jól hangzik. Én elvinnelek téged Amerikába, abba a kisvárosba, ami ugye nem, tehát ugye a Gilmore Girls-nek, ahol játszódik a Stars Hollow, az igen, egy ilyen stúdió, mondjuk oda is elvinnélek, de van egy város, ami így ihlette Stars Hollow-t, ami nem így néz ki, de hogy egy ilyen kisváros, és nem tudom, oda vinnélek. Most nem emlékszem, hogy hol van, szerintem nem biztos, hogy ez Connecticutban van, de valahol van egy ilyen. Sajnos nem tudom, hogy mi a neve, de majd ha eszembe jut és megtalálom, akkor így hírom a videóba. Ez jó lesne. Oda vinnélek el, az nagyon jó lenne. Aztán, melyiket néztük még? A hogyan teremtesz nyugalmat, ha káosz van? Ez jó kérdés. Nekem, hogyha arról van szó, hogy nagyon feszült vagyok, és azt érzem, hogy körülöttem kezd minden összeomlani, és tényleg így sorjában nem sikerülnek a dolgok, akkor nekem az elsődleges dolog, amibe kapaszkodom, amihez ragaszkodom, az Krisztián. Az, hogy vele megbeszéljem az adott problémáimat, és ha így nekem segít az, hogy, tehát nekem ez egy módszer, hogy kibeszélem magamból azt, hogyha valami nagyon feszít belülről, és észrevettem már, hogy így terápiásan nekem az a legjobb, ha először neki elmondhatok mindent, kijönthetek mindent, ő végighallgat, és vagy reagál, vagy nem, attól függően, hogy épp milyen témáról van szó. Szóval nekem az egyik ilyen módszerem az, hogy kibeszélem magamból. Tudom, hogy ez nem minden személyiség típushoz illik, vagy nem mindenkinek esik jól, de nekem ez segít. Egyébként ugye mostanában meg már egy jó ideje Júlcsinak is leszoktam írni ezeket a dolgokat, ha megtalálkozunk, megbeszéljük. Sárának is elmondom, akár anyának, szóval, hogy vannak olyan emberek, akik így könnyítenek a lelkemen, hogyha keresem a nyugalmat és kibeszélem magamból a sok rossz dolgot. Ami segít még, azok az illatok. Tehát, ha gyújtok egy tök jó gyertyát, vagy valamilyen krémmel bekenem a kezem, vagy például most szerdán, ahogy voltam a Nebojsz a Zsófinak, a Szelon Szofi Zsófinak a közösségi jóga óráján, a végén ilyen citromfű alajat csepegtetett a tenyerünkbe a meditációhoz, vagyis a relaxációhoz, savászana. És így összedörzsöltük, megszagláztam, és akkor úgy feküdtünk le, és így mondta Zsófi, hogy amúgy tényleg úgy működik az agy is, hogy ha így tehát össze fogja kapcsolni egy idővel, ha mindig citromfű alajat csepegtetek a tenyerembe, és jön egy ilyen savászana, akkor így egy idő után a testem tudni fogja, ha ezt az illatot megérzi, hogy jön egy ilyen nyugalmi, relaxációs rész. Egyébként én meditálni nem tudok. Vagyis hát, hogy próbálok is. Jó, ez nem igaz, hogy senki nem tud, de mindenki gyakorol. Ezt azért szokták így mondani. Próbáltam már, soha nem sikerült még. Vagy hogy én konkrétan egy fél percre se éreztem még azt, hogy meditatív állapotba kerültem volna, nem tudom. Gondolom ez tényleg egy folyamat, fogalmam sincs. Mostanában, hogy van fürdőkádunk a fürdés, meg ha bármikor lehet ilyet fürdeni. Fürdőjegy csak. Mindig ezt mondja, de mennyire fura, hogy egyszer becsengetnék így a kis fürdőköntösömbe, és meg a papucsomba. Jöttem fürdeni, nem zavarok, csak jövök, azt megyek. Nem, nagyon megérdem lett, hogy rúlak. Sütés, főzés, engem az kikapcsol. Meg az, hogyha rend van körülöttem. Ami nem mindig van, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig van, mert nem tudok mindig rendet teremteni, de nekem az a káoszon, hogyha így a fizikális dolgokat a térben pakolgatom, és azt érzem, hogy rend van, jó illat van, tisztaság van, akkor az már úgy a hangulatomat megalapozza. Tudom, hogy ezek egyszerű dolgok, meg nem találtam fel a spanyol viaszt, és ezeket a dolgokat ti is tudjátok, de nekem most ezek jutottak így először eszembe.
Igen. Elég hasonlóan tudnék válaszolni. A problémák kibeszélése szerintem is nagyon fontos, és nem mindig könnyű egyébként, de hogyha pont az a káoszt mondjuk az okozza, hogy a fejedben van káosz, és így, hogy mondják ezt, hogy így feltorlódnak a gondolataid, uh-huh. és már így nem tudsz belőle kiszabadulni, akkor a kibeszélés az nagyon, nagyon sokat tud segíteni. Én így mostanában vonzódom a csendhez is, ami nagyon furcsa dolog, mert én mindig ilyen, tehát én szeretem, ha megy a háttérben egy kis Gilmore Girls, meg egy kis ilyesmi, és ez a mai napig így van igazából, de közben meg annyira tudom értékelni a csendet néha, amikor így mondjuk elmegyek sétálni, vagy csak így konkrétan így leülök a szobában, vagy nem tudom, vagy jogázom, és egyébként közben meg az idő másik részében van ez a Spotify playlist, a Peaceful Meditation, ami meg elképesztő. Tehát, hogy ahogy ezt berakom, és mondjuk lehet, hogy közben mosogatok, vagy éppen jogázom, vagy bármit csinálok, de hogy elképesztő hatással van rám. És az illóolajokat én is szeretem, és pont ez jutott eszembe, hogy egyszer mondtam egy videóban, de most már egy ideje, nem pedig ugyanezt a kombót használom elalvás előtt, nem minden nap, de hogy így elég gyakran, és nagyon szeretem a levendula, borsmenta és rozmaring, és így most sem hangzik, de hogy ezt a hármat szoktam, először egy kis jó-jóba olajat rakok a tenyerembe, és akkor mind a háromból csöpögtetek, és akkor összekeverem, és így az az illat, az már nekem így nagyon sok mindent jelent, mert hogy mindig elalvás előtt szoktam használni, meg mit tudom én, és akkor én is így inhalálok, meg így nem tudom, amikor csak így bedörzsölöm így a bőrömbe, és nagyon-nagyon szeretem én is. Nem tudom, káoszból nyugalom. Egyébként igazad van a rádrakással is, de ez pont egy olyan dolog, hogy szerintem, amikor az ember nincs jól, nem és tudom. Zavarja minden, akkor nagyon nehéz rávenni a magát arra, hogy rendet rakjon, meg kitakarítson, de ha elér abba az állapotba, hogy ez már sikerül, akkor utána az baromi jó érzés tényleg, szóval a szelektálás, meg minden ilyesmi, de... Ahhoz is kell valamennyire jól lenni, nem? Igen. Viszont itt most az volt a kérdés tényleg, hogy káoszból nyugalom, úgyhogy a káosz az lehet ilyen napi feszültség, meg nyilván lehet valami komolyabb dolog is. A komolyabb dolgon ezek a kis praktikák nem mindig segítenek, akkor szakember kell, meg esetleg nyugtató, meg nem tudom milyen dolgok, de egyébként ezek a mindennapi praktikák, amit amúgy mindenkinek magának kell kitapasztalnia szerintem, mert csak úgy működik. Az, hogy a miénk nagyon hasonló, az csak egy dolog, tehát nem az van, hogy ez a megoldás, és akkor kész, de nekem is ugyanazok, mint neked kb. Igen, tényleg ezek az egyszerű dolgok, hogy jó kaja, jó film, jó sorozat, mozi, bármi, én ilyeneket tudok mondani, ami úgy tényleg az, hogy egy olyan program, amit kedvelek, amit várok, amit szeretek. És ezek egyszerű dolgok, és nem, tényleg nem ad hosszú távú megoldást, de talán olyan nincs is, hogy sosincs káosz körülöttünk, és minden mindig ok is. Igen, csak az változó, hogy mennyire jut be. Vagy mennyire temet minket maga alá a helyzet. Yeah. Jött egy olyan kérdés is, hogy mi a legviccesebb Insta oldal, amit követtek, és nyilván Lillát kell ajánlanom ebben az esetben, nem tudom, hogy követettek. Én is követem, és nagyon jó. Lil Multipass Comedy az oldalnak a neve, de majd linkelem a videó leírásába. Elképesztően zseniálisan vicces, ő sketcheket szokott csinálni, általában, hogy hát mindig angol nyelven, de azért nagyon érthetőek szerintem. Igen. Úgyhogy az, én amúgy nem nagyon követek más ilyen kifejezetten vicces oldalt, tehát én inspirálódni járok az Instagramra, meg így a közösségért. De az övé az ilyen. Gondolkodom. Hát az van, hogy nem tudok mondani, és ez amúgy tök rossz, mert én nagyon szeretem, ha valami humoros, és valójában én így néha így törekszem arra, hogy vicces legyek, de aztán persze szerintem így élőben maga a személyiségem lehet vicces, de hogy így nem tudom, így a közösségi médiában elég nehéz úgy természetesen, autentikusan viccesnek, humorosnak lenni. Én nagy bátorsággal kötöm össze azt is, amit a Lilla csinált, tehát hogy nagyon igen. Természetesen igen. Jön belőle, de hogy ilyen nagyon bedesz az egész igen. Nem, én nem tudok sajnos mondani. Valaki azt kérdezte, hogy mi a kedvenc időtöltésünk együtt, és ezt csak azért akartam belerakni, mert ma, amikor találkoztunk a H&M Home-ban először, megbeszéltük, hogy mit csinálunk, és hova megyünk, és mi lesz, és aztán azt vettük észre, hogy 10 perc állunk egy helyben így a két sor között, és beszélgetünk, mert hogy tehát beszélgetni szeretünk szerintem, és az, hogy ezt milyen helyzetben csináljuk, meg milyen napszakban, meg mit csinálunk közben, az nekem mindegy. Egyetértek, ide még betoldanék annyit, hogy nekem a december azt tök nagy részben így veled is telt,
nálad, veled, és nekem nagyon jó volt. Így nagyon megalapoztad a karácsonyi hangulatomat, meg nagyon a része voltál a dolgoknak. És amúgy alig várom már a mostani decembert is, mert megint én is szeretnék vlogmas, de addig még sok minden. Tudom, hogy addig még sok minden lesz, csak hogy így az jutott eszembe, hogy egy karácsony készülődés, és ez még jó volt veled. Persze ez... Még addig ősz is lesz, ne viccelj. Tudom. Meg amúgy még ezt akarom mondani, nagyon szeretnék Jócsival elmenni a Normafára egyet sétálni. Már mondtam neki régebben is, és remélem, hogy a közeljövőbe eljutunk. Kávéval ott sétálni a Normafán és beszélgetni. Na ezt az időtöltést. Ezt várom. Igen, az jó lesz. Valaki azt kérdezte, hogy mit csinálunk, ha magányosnak érezzük magunkat, és nekem be kell vallanom, hogy én nagyon régen éreztem magam úgy igazán magányosnak, és ezért nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, mert ez egy nagyon nehéz érzelem lehet, főleg ha valakinél rendszeresen előjön, de nekem nyilván ott van Dávid, Eli. Egyébként, hogy egy kutya mennyit tud segíteni a magányon, az is elképesztő, bár nyilván, ha sokáig beszélsz hozzá és nem fog válaszolni, akkor nem tud minden űrt kitölteni, de hogy azért sok mindenben segít. Meg hát beszélgetek a barátaimmal, meg a családommal, akár online. És egyébként ez lehet, hogy furcsa hangzik, de nekem az is, ha berakom a Gilmore Girls-t, az is tudja ezt enyhíteni, mert otthon érzem magam, mert ismerem őket, ugyanúgy hiába beszélnék a tévéhez, de valahogy mégis ezt az érzést, ezt így, hogy nem vagyok egyedül, ezt megadja. Ezért szokott az lenni, hogyha mondjuk otthon vagyok egyedül egy ideig, akkor szokott menni valami a háttérbe, hogy ne legyen annyira csend. Pedig nem félek, mondjuk, de úgy jobban esik, hogy hallok ismerős hangokat. Mm-hmm. Néha van úgy, hogy így bizonyos gondolatokkal kapcsolatban szerintem erős kifejezés, hogy magányosnak érzem magam, de néha van, hogy úgy érzem, hogy egyedül vagyok a gondolataimmal, de ez természetes, és azt hiszem, hogy a tényleges magányt azt nem ismerem, mert nagyon támogató családom van, Krisztián tényleg egy csodálatos ember, nagyon-nagyon-nagyon kedves és fontos barátaim vannak, szóval nem érezhetem magam magányosnak, azt hiszem, meg maga az otthonérzés, az, hogyha valahol otthon érzem magam, az egyszerűen így kikapcsolja bennem ezt a lehetőséget, hogy egy kicsit is egyedül érezzem magam, úgyhogy az otthonosság érzés szerintem az egy jó dolog lehet, hogyha valaki arra fókuszál, amikor éppen magányosnak érzi magát, hogy otthon biztonságban is egy jó környezetben van. Igen. És nagyon jó, hogy azt mondtad egyébként, hogy bizonyos dolgokkal kapcsolatban érzed magad néha magányosan, tehát mondjuk egy élethelyzetben, mert hogy ilyen is van, és akkor szerintem tök jó. Tehát én ilyenkor így keresem a külső forrásokat, vagy más emberek történeteit egy adott témával kapcsolatban, tehát akár könyveket, filmeket, sorozatokat, amiben tudok úgy azonosulni, hogy valami olyan történik benne, hogy valamelyik karakter mondjuk hasonló élethelyzetben van, mint én. És ez nem olyan, mintha leülnék vele beszélgetni, de hogy mégis azt látom, hogy na, nem vagyok tök egyedül ezzel az egész helyzettel, hanem mások is benne vannak, és mások így élik meg, és akkor nyilván az interneten azért akár idegenekkel is viszonylag könnyen lehet kapcsolódni egy-egy témán belül, tehát most egy Facebook csoportban, vagy nem tudom azt, hogy azért óvatosan kell szerintem, de hogy nem lehetetlen az, hogy sorstársakra leljünk akármi is az, amivel küzdünk, és amivel mondjuk magányosnak érezzük magunkat. Úgyhogy még ez is szerintem benne van. Uh-huh. Kedvenc kiegészítő ruha egymás ruhatárából. Nekem egyértelműen az a jacket, aminek ilyen... A Venta színű? Igen. Annyira jó szag, olyan, mint egy farmer, lehet, hogy farmer is? Hát nem az a klasszik farmer, nem de klasszik, de farmer-szerű anyagú, és egy kicsit ilyen, és rövid, és egy kicsit ilyen bővebb így az ujjánál, vagy nem tudom, és annyira jó színe van, annyira tavasz meg nyár nekem, hogy ezt mindig lenézem rólad. Hát az összes pulóveredet elvenném, de egyébként van egy pulcsid, ami ilyen nagyobb, és ilyen indián mintás valamennyire. Uh-huh. Nem fekete-fehér, de fehér, fekete vagy. Nagyon megvan a fejembe, amikor nálad voltam a szekrényben, láttam ilyen hosszú, nem feltétlenül indián mintás, de ugye ilyen háromszöges. És ilyen kardigán? Igen, kardigán. Aha, és ilyen tök vastag, tök jó, különleges anyaga van, és ilyen nagyon-nagyon szép, és ez nem tudom, nekem kicsit kabát feeling, de úgy látom, hogy egy kardigán. Na, én azt már nagyon lenéztem róla. Hát megmondom az összes pulcsit, az összes. Tényleg, meg ez nagyon beragadt. Volt egy videód régebben, Dáviddal elmentetek, nem tudom, IKEA-zni, meg ilyesmi, és bementél az olsóba, és ez nem ruhadarab, de vettél egy ilyen rózsaszín, vagy kettő volt, talán ilyen szűrös, vastag ilyen hajgumit. Igen, aha. És én nagyon puhának tűnt a videón is, meg tök szép volt a hajadban, hogy felfogtad, és így
emlékszem, akkor így úgy voltam, hogy úristen, azonnal kell vennem egy ilyen hajgumit. Igen, a szőrös kant, pedig azt úgy vettem meg, hogy na, azért mindenki ki fog nevetni, de hát nem tudom itt hagyni, ez egy szörmés hajgumi, mennyire igen, ami gyönyörű, ilyen púder, a színe is jó. Igen, úgyhogy az így nekem valahogy nem tudom, hogy azok hol vannak. Pedig azért használok scrunchikat már évek óta, mert a sokkal nehezebb elveszíteni, mint a kis hajgumikat, és még így sincs meg. Most igen, meg kevésbé húzza a haját szerintem. Igen. Meg alapból egy kiegészítő. De amúgy meg mindent elvennék a ruhatárából, őszintén. Bocsánat, de valaki azt kezdve, hogy olvastál valamelyik kötök a baráti beszélgetéseket, a főszereplő is endometriózissal küzd. Igen, szerintem az elmúlt tavaly, mikor kb. Egy éve olvashattam a könyvet, és ha azóta nem mondtam el 26-tól, hogy ez az új kedvenc könyvem. Ez most nem egy ilyen, hogy nem figyelsz arra, hogy mit mondok, csak ezért muszáj válaszolnom. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt a könyvet, és lehet, hogy ez furcsa, de hogy amikor én egy könyvben endometriózisra találkozom, akkor így elkezdek újongani, és mondom, hogy baby, endometriózisra van a csajnak, hogy mennyire jó, hogy már így bekerül ilyen könyvekbe, meg történetekbe, és hogy ezáltal is eljut emberekhez, és hogy ez mennyire király. Nagyon szerettem azt a könyvet, ezt Sally Rooney írta, és abszolút ajánlom mindenkinek, hogy olvass el. Lesz belőle sorozat is valamikor. Egyetlen egy gondolatot beszólhatok. Igen. Bárhol, ez nem az én... Tudom, nem tudom, hogy fogalmazzam meg úgy, hogy jól értsd, de hogy van egy olyan része is annak, hogy endometriózisod van, hogy így csodálattal nézem azt az utat, hogy te ebből mennyit tanultál, mennyit foglalkozol ezzel, amiket megtanulsz ezzel kapcsolatban, hogy átadod az embereknek azért, hogy segíts nekik teljesen önzetlenül, és hogy tehát erről az egészről szerintem megszámlálhatatlanul sok nő tőled hallott. Ez egy olyan nagy erejű és varázslatos dolog, hogy így ez a fontos dolog így bekerül a köztudatba, azért, mert te beszélsz róla az interneten, és tudom, hogy borzasztó sok terhet és nehéz dolgot teszed ez az egész, és hogy endometriózisod van, de van egy olyan oldala is, ami számomra ilyen csodálatra méltó, hogy így nem tudom, nincs semmi ilyen konkrét dolog, amit én így taníthatnék, vagy adhatnék másoknak, de... Hogy ne lenne, csinálod is, csak nem veszed észre, meg nem egy konkrét cím szóval. Ezt nem azért mondom, hanem azért, hogy ez egy nagyon nagy erejű dolog, és hogy nagyon közhelyes, de minden nagyon rosszban is ez egy nagyon rossz, van valami jó, és én ezt így tökre látom benne. Igen. Én is, abszolút, szóval. Hát az unokatesom mindenki, én is tőled hallottunk erről, miattad tudom, hogy mi ez, olvastam utána, tudatosítottam magamban, hogy a fájdalmas menstruáció nem normális, szóval, hogy így, érted? Értem, és nagyon köszönöm. De egyébként csak, hogy Joy-t idézzem, nincsenek önzetlen cselekedetek, mert... Szerintem vannak. Mert nekem az, hogy amennyi visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy valaki ilyen miatt ment el orvoshoz, az a legjobb érzés. Tudom, de attól még tenzetlenül adod át ezeket a gondolatokat. Az lehet, de nagyon jól esik az, hogy úgy érzem, hogy tudok valami rosszból valami jót csinálni, és hogy tudok másoknak segíteni, ez egy tök jó érzés is. Ja. Tartanátok egy közös workshopot én idő témában. Jó, azért én nem vagyok ebben olyan profi, mint Júlcsi, hogy sokat... Mert hány workshopot tartottam én eddig? Vagy miben? Az én idővel kapcsolatban azért mindig... Ez nem valami, amit én lediplomáztam én időben, úgyhogy én mindent tudok. Mesterdiplomában én időben. Mesterdiplomában. Amúgy én így... Jó, bevallom. Nekem így nagyon sok ilyen... Álmom meg gondoltam azzal kapcsolatban, hogy milyen projekteket valósítanék meg Júlcsival. És nagyon remélem, hogy ezekre lesz lehetőség, és hogy majd így kirajzolódnak, meg hogy így lesz rá időnk, energiánk, pénzünk, meg lehetőségeink, de hogy nekem így több dolog is van, és egyébként majd a közeljövőben lesz valami, amihez nem csak Júlcsit rántottam be magam mellé, hanem még egy-két másik nagyon értékes nőt is, de erről még nem beszélek sok mindent, és most ez egy ilyen mini valami. És ezt tudom, hogy nem jó ilyeneket így előre elhinteni, de olyan izgatott vagyok. És szóval, hogy... ja. Nekem ez látod, így... megint nincs eleje, vége annak, amit mondok. Dehogy nem. Én is teszek egy vallomást akkor, amikor én elkezdtem főállásban ezt a vállalkozó dolgot, az 19-ben... Szerintem 19 ősszel, 19, igen. És akkor amellett, hogy persze videók, meg podcast, meg akkor még az alapítványnak is így rendszeresen segítettem, hogy így szerettem volna valami
valami más projektet, ami ezen kívül áll, egy sokadik lábat, amin így megállhatok, akár anyagilag, bár aztán az pont nem volt a lényeg benne végül, vagy így az alapkoncepciónak, akkor két ötlet volt a fejemben, az egyik ez a ruha kollekció, a másik az egy rendezvény sorozat, amit csináltam volna, és az, hogy 2019 őszén azt tudtam mondani, hogy legyen inkább a ruha kollekció, és nem raktam bele minden pénzemet és energiámat egy rendezvény sorozatba azért, hogy aztán 3 hónap múlva kiderüljön, hogy senki sehova, az összes rendezvénynek vége van. Ezért én így nagyon hálás vagyok utólag, hogy ez így volt, és nyilván az elmúlt években nem is nagyon volt semennyire opció vagy lehetőség ebben gondolkodni. És mivel tudtam más csinálni, azért nem is volt kérdés, de hogy egyetlen egyszer volt ugye párnacsatás közönség találkozó, ami valami egészen zseniális volt, és ott nem is nagyon volt program, hanem csak beszélgettünk, aztán mindenkivel beszélgettünk, szóval ez a durva, hogy az se kell, hogy ilyen nagyon őrületes programot csinálj, de az, hogy ezek az emberek összejönnek egy helyre, és ott lehet beszélgetni, meg jól érezni magunkat, ez ennek olyan ereje van, hogy ezt nem tudom elmondani, és nyilván ezt érzem minden Method the Move workshopon is, most a Zsófinak a Salon Sophie-s joga és bráncson is ugyanezt éreztem, úgyhogy én nagyon szeretnék még ilyet, és nagyon szeretnék majd hosszú távon sajátot is, meg közöset csinálni, meg összefogni tényleg ezekkel az elképesztően tehetséges, meg szenvedélyes nőkkel, akikkel nagyon egy hullámoszon vagyunk. Nagyon jó lenne. Én eddig nem mertem ilyenben gondolkozni, hogy rendezvény, meg élő esemény, meg ilyesmi, de nagyon remélem, hogy most a következő években abszolút meg lehet ezt valósítani, úgyhogy nagyon köszönöm. Még egy. Jó? Jó. Amúgy én ezt a mélységig tudnám vele csinálni. Én majd csak nagyon kényelmetlen ebben a nadrágban most földön ülni, úgyhogy állandóan mozgok. Igen. De nem baj. Én is állandóan ficergek, meg a hajamat pakolgatom. Rám raktad ezt a hajmániát. Komolyan, engem ez eddig ez túlzás, nem azt, hogy nem érdekel, de nem foglalkoztam azzal, hogy hogy áll. Most meg állandóan, jaj, a tiéd olyan jó, basszus, ez hogy mész ki? Hát tiéd sokkal jobb. Milyen érzéseket kelt bennetek a tavasz érkezte? Ezzel a feel-good kérdéssel gondoltam, hogy zárjuk le ezt, mert szerintem nagyon izgatottak vagyunk mind a ketten. Az, hogy süt a nap, és már egyébként -8 fok volt reggel, de sütött a nap, és ez, nem tudom, de én ilyenkor napelemes vagyok. Tehát, hogy elképesztő, hogy mennyivel jobb hangulatban vagyok. Pedig tudjátok, hogy imádom az őszt, de mondjuk az őszben sem azt szeretem, amikor be van borulva és szürke idő van, hanem a minden mást. De hogy ilyenkor azért január, február, még március is általában ilyen hideg, meg havas, meg szürke. Én nagyon elfáradok ebben, és iszonyatosan jó érzés, amikor jön végre a tavasz. Arra nem is beszélve, hogy tök jó kampányunk van, meg ötletünk, meg tervünk, amit lehet csinálni. Az, hogy ki lehet szabadulni megint jobban a szabadba, az nagyon-nagyon jó. Nem, de télen nem lehetne, de úgy nem teszi annyira az ember, nem is. És nekünk ugye az is hozzátartozik, hogy ott van a kertünk, ami télen így tök felesleges, gyakorlatilag Eli szokott kint lenni, de hogy amúgy nem, és itt tavasztól őszig, amikor már úgy ki lehet menni, akkor meg annyira jó ott üldögélni a barátokkal, és csak így ellenni, meg nem tudom, kint dolgozni. Ó, igen, de jó volt tavanyáron is ott ülni. És most van nektek is van egy kis erkélyetek, úgyhogy ti is nagyon fogjátok ezt a részét elvenni. Nagyon izgatott vagyok a tavasz miatt. Nekem a... Nem szoktam ennyire, de most nagyon, több dolog miatt is, de hogy nekem így a tavasz, talán így az április-május miatt nagyon ilyen női energiákkal teli. És ezt így amúgy mostanság fogalmaztam meg magamnak, hogy így valószínű attól, hogy annyira jellemző erre az időszakra, tényleg a friss virágok, az, hogy így nyílnak a virágok, hogy nagyon szeretem a tavaszi szezonális dolgokat, a retket, meg ezeket a nagyon értékes zöldségeket, gyümölcsöket, amik ilyenkor vannak. Szóval, hogy így valahogy így azt érzem, hogy ilyenkor így tényleg nem csak a természet ébred fel, meg így töltekezik fel energiával, hanem hogy úgy az emberek is, és én nagyon szeretem az április-májusi időszakot egyébként. Öltözködés szempontjából is szeretem, ha elég csak egy pulcsi. Igen. Az úgy tök jól tud esni, meg hát nagyon szeretem a virágokat, mint a mellékelt gerbere mutatja. Tényleg nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy nagyon várom most azt, hogy ne legyen ilyen rohadt hideg, és meg valahogy ilyenkor én így motiváltabb is vagyok, azt én érzem, is. Hogy tavasszal meg ősszel a leginkább, mert a nyár is jó, de az inkább... Én nem bírom a fullasztom már. Igen, attól én is kész vagyok, meg nyáron inkább ez az elengedjük magunkat, igen. Meg felszabadultak igen. Vagyunk, igen. Meg nyaralunk, meg úgyhogy nyilván
dolgozunk, meg csináljuk a dolgunkat végig, de hogy mások az energiák, és nekem tavasszal van mindig egy ilyen, nekem is ilyen tudó fókusz van, meg, hogy így csináljuk, érezem, igen, nekem is. Meg nyilván ősszel is, de hogy ez így január-február, az nem annyira. Viszont én még azzal zárnám, hogy imádom, hogy egy olyan helyen élhetek, ahol van négy éjszak. Én nem tudnék olyan helyen élni, ahol nincs. Én sem. És mindegyiket nagyon szeretem. Igaz, most már kicsit átcsaptak egymásba, meg így nagyon nincsenek meg ezek a szép átmenetek, de hogy így... Nekem amúgy csak télen, meg nyáron szoktam azt érezni a végén, hogy most már... De most már jöjjön a következő éjszak. Én már sok. Ugye, hogy a tél meg a nyár az mindig sokkal hosszabbnak tűnik? Nagy sokkal. Amúgy is hosszabb? Hát nem. Nem. De azért is van, mert hogy a tavaszi, meg az őszi időjárás az ilyen... Igen. Tehát, hogy azt úgy lehet bírni sokáig, de az, hogy nagyon hideg van, meg nagyon meleg, szerintem azt úgy... Azt annyira nem. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és reméljük, hogy tudtunk egy kis mosolyt csalni az arcotokra. Sok ilyen videót tervezünk még, együtt sütni, együtt főzni, csak úgy lógni, és titeket is bevonni. Néha meg nem. Csak úgy legyünk ketten is. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk egy új videóba. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm. Találkozunk egy új videóba, ezt mondom. Néha elfelejtem az enneket a szavak végéről, és ilyenkor nem érzem, de aztán elkezdem vágni a videót, és így... Zavar az egy enneti. Szóval, hamarosan találkozunk egy új videóban. Sziasztok! Sziasztok!